Sziasztok! Itt vagyunk Siófokon, ifjabb Szollár Andrásnál, ugyanis lassan kezdődnek az apróvad vadászatok, sőt, már a Facebookon is jó néhányan feltöltöttek képeket, élményeket, de mindig egy óriási kérdés egyébként számomra az, hogy az apróvad vadászatának az ideje előtt milyen teendői vannak egy vadásznak, és úgy gondoltam, hogy erre András lesz a legmegfelelőbb személy, hiszen ő rengeteget vadászik, apróvadra is, és rengeteg olyan kérdésem lesz, amiben én is egy picit bizonytalan vagyok. Tehát egyrészt mi az, amit nekünk meg kell tennünk apróvad vadászat előtt, hogy élvezzük a vadászatot. És itt ugye, hogyha belőled indulok ki, és itt a háttérből indulok ki, akkor nyilván itt a technikai oldalra gondolok. Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm először is a megtiszteltetést, hogy rám gondoltatok ebbe a témakörben. Induljunk ki abból, hogy nézzük meg az eszköz hátterét először is az apróvad vadászatnak. Ugye puska oldalról, hogyha megközelítjük a dolgot, én azt mondom, hogy az fontos, hogy a fegyver az tökéletes méret legyen, hogy azzal az eszközzel én jól tudjak lőni. Na most a legtöbb problémát ott látom az átlag vadászoknál, és a kezdő vadászoknál is, hogy egy olyan fegyvert használnak, egy olyan puskával vadásznak, vagy esetleg akár gyakorolnak is, ami nem az ő méretük. Most az, hogy mennyire nem az ő méretük, ugye ez nyilván ott derül ki, hogyha egy szakember megnézi őket. Általánosságban azt lehet elmondani, hogyha polcról leveszünk egy puskát egy vadászboltba, valamilyen fegyvert megveszünk, az biztos, hogy nem tökéletes méretű, csak az a kérdés, hogy mennyire nem. Tehát el kell különítenünk ugye a sportlövészetet a vadászati céltól. A sportlövészetre ott egy tökéletes fegyvert kell választanunk, ami milliméter pontosan minden szempontból a mi méretünk lesz. A vadászati cél ugye ez egy másik preferenciát kíván, ott is nyilván a méreteknek jó kell lenni azért, hogy a fegyver ne rúgjon, ne üssön, illetve hogy oda lőjön, ahova ugye nézünk. Ez az alapja a sörétlövésnek. És hogy szoktak hozzám jönni általában vadászok, és mondják, hogy nem jön ez a puska, mert üt. Na most a fegyver általában azért szokott ütni, két ok miatt, vagy a fegyvernek a tervezés eleve rossz, ez a kisebb százalék, vagy a nagyobb százalék az esetek többségében, hogyha az agyazás nem megfelelő. Túl hosszú, túl rövid, ugye a hölgyeknél általában az agyazás hosszú szokott lenni, illetve a hátsó dőlésszöge az agynak az nem megfelelő. Na most ezeket szoktuk beállítani ahhoz, hogy egy olyan fegyvert kapjanak vissza, hogy a vadászati célon normálisan használható legyen, és kényelmesen tudjak felülni. Itt annyi kérdés megfogalmazódott bennem, miközben beszéltél. Ez egy viszonylag tág témakör, igen. Igen, és ugye erre szeretnénk szánni, most ez csak így előzetesen, szeretnénk szánni egy külön kis adást, hogy a fegyver méretre agyazásáról beszéljünk. Megmondom őszintén, hogy nekem sincs olyan sörétes fegyverem, és egy picit bánom, hiszen az elmúlt időszakban ugye segítettél, és most ezt csak így zárójelben jegyzem meg az öcsémnek is, pont ebben a méretre agyazásban is. És ő is azt mondta, mivel előtte egy teljesen gyári agyazással vadászott, hogy teljesen más. Úgyhogy én is rettentően kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen az, amikor rám van szabva egy fegyver, úgyhogy ennek az ideje is el fog érkezni. Viszont itt ugye óriási nagy kérdés, hogy bemegy valaki akár kezdő vadászként a vadászboltba, és neki el fognak adni egy fegyvert. És itt említetted, és most az agyazásban ne is menjünk bele, hogy lehet, hogy a fegyver konstrukciója már alapból rossz. Tehát van olyan sörétes fegyver, amire azt mondod, hogy inkább ne? Inkább más oldalra közelíteném meg. Hozzám, hogyha bejön valaki, mondjuk sörétes fegyvert vásárolni, akár elsőt, akár valahányadikat. Én mindig meg szoktam kérdezni azt, hogy mi az elképzelésvel, mi a célja. Vegyük most a vadászati célt. Ugye a vadászati célnál ott lehet megkülönböztetni a fegyvereket a sport céltól, hogy általánosságban azt mondhatjuk, hogy a vadászati célnál rövidebb csőhosszat használunk,
69-71. Ugye a csőhosszat függ a egyrészt, hogy mire használjuk, másrészt, hogy harmóniába szoktuk tenni az agyhosszal. Tehát ha jön hozzá mondjuk egy 2 méter magas úriember, neki nem fogunk 67 centis fegyvert eladni, mert nem lesz arányba ugye az agyhosszal. Tehát én azt tudnám javasolni, hogyha valaki elmegy egy vadászboltba, ugye általában szokott lenne a gond, hogy néhány fegyver van csak készleten, és abból valamit megpróbálnak majd eladni az adott hölgynek vagy úrnak, hogy meg kell találni ezeket a referenciákat. Tehát ne legyen túl hosszú a csőse, ha mondjuk vadászti célra nézem, tehát egy hölgy ne válasszon 76 centis csőhozt, vagy ne engedje, hogy úgymond rásózzanak egy 76 centis csövű, mondjuk hosszú agyja rendelkező fegyvert, mert az nem lesz az ő mérete. Most általánosítani lehet a dolgokat, hogy mondjuk 180 centis magassághoz 36,5-37 centi hosszú agy, ezek úgy kiinduló pontnak körülbelül jók szoktak lenni. De hát ott is az előbb említetted, hogy dőlés, szög, stb. Jó, van mondjuk a piacon azért olyan fegyver, amire azt mondod, hogy semmiféleképpen, vagy először mondjuk felméred az embert, hogy mit szeretne, sportcél, vadászcél, vagy kicsit ezt, kicsit azt, és akkor ajánlasz neki egy fegyvermárkát, vagy ide jönnek mondjuk hozzá teljesen kész ötletekkel, hogy akkor ő, és most nyilván nem a reklám helye, csak mondok egy Beretta 686-osat szeretne, mert neki azt tetszik, az a gravír tetszik, és akkor azt mondod neki, hogy figyelj, számodra ez nem lesz megfelelő, de van egy másik, ami igen, és mondjuk megfogadják ezeket a tanácsokat. Általában meg szokták fogadni, igen, ugye kétféle vásárló létezik általában, az egyik, aki az említett példák jön, és ő azt mondja, hogy neki ez a megfelelő fegyverű, ezt kinézte és ezt szeretné megvenni. Itt is szokott néha olyan lenni azért, hogy én azt mondom, hogy ezt nem feltétlenül javaslom neki. Az említett példák miatt például egy hölgynek egy hosszú cső, hogyha ezt kinézi, én mondom, hogy ez nem biztos, hogy megfelelő. És ugye a másik oldal is van, amikor teljesen kezdőként valaki ide, és elmondja az elképzelését arra, hogy mire szeretné használni. Én pedig ránézek ugye az úrra vagy a hölgyre, és látom nagyjából a méreteket, hogy körülbelül mi az, ami jó lesz neki. Márkákat nem is nagyon említenék. Én próbálunk mindig úgy összerakni a készletet, hogy az adott árkategóriába a legjobb márkákat betenni az adott nagyságrendbe. Megvan mondjuk a fegyver. Kiválasztotta az illető. És azt mondja, hogy 2 hét múlva őt már meghívták egy nagy terítékű fácánvadászatra. Igen, ez így szokott lenni általában. Milyen teendői lehetnek az embernek? Tehát most nyilván más egy kezdő vadász, aki még életében nem vadászott, de már meghívták vadászatra és mennie kell, és akár ezért teszi le a vadászvizsgát, ezt mi látjuk, hogy van ilyen. Vagy mi a teendője egy már 20 éve vadászó embernek a vadászatot megelőző időszakban? Tehát itt gondolok akár a lőszer választásra, milyen lőszer, mit érdemes, mit nem érdemes, felkészülés. Mit Igen, kell megtenni? Ami hibát általában én szoktam látni a rossz fegyverválasztás vagy a rossz hagyadás mellett, az a rossz lőszerválasztás is szintén. Ugye általában itt most nevelt madárra szoktunk vadászni, mondjuk az esetek 90%-ában, és amit én szoktam látni az, hogy túl nagy grammot lőnek, fölöslegesen nagy grammokat használnak a viszonylag közeli és puha madarakra. Ez mit ugye jelent? A nagy gramnak a hátránya, ha nevesítjük mondjuk 34-36 gram, sőt többször még nagyobb grammokat is lőnek a közeli 15-20 méteres madarakra. A nagy gramnak az a hátránya, hogy nagyot rúg a fegyver. Na most a nagyot rúg a fegyver, onnantól kezdve a jó lendületünk és a jó technikánknak a kárára fog ez menni. Azért, mert ösztönösen is meg fog markolni azt a fegyvert, mert félni fogok tőle. Ha nem is tudatosan, de tudat alatt ott van bennem az, hogy hát ezt a fegyvert meg kell fognom rendesen, mert ezzel 36 grammal, főleg ha mondjuk egy könnyű puskáról beszélünk, az egy jó nagyot fog rúgni. És így görcsössé válik ugye a lendítésem, a jó mozdulatom, és ez a lőtechnikának a kárára fog menni, és pont azt érem el vele, amit ellentétesen akarnék, hogy a nagyobb grammal mondjuk kisebb lesz a találati értékem, a találati esélyem. Ha
konkretizálni akarjuk a dolgokat, én azt szoktam javasolni általában vadászok részére, hogy ezekre a nevelt madarakra és mondjuk általános madárvadászatra ez a 30, maximum 30 kg bőven elegendő egy ilyen 2,8, 2,9 vagy 3 mm-es átmérőben. Bőven, teljesen tökéletes. Nyilván vannak szélsőséges esetek, mondjuk libázás, vagy tényleg a vad kacsára való vadászat, ahol egy kicsit nagyobb grammot és nagyobb átmérőt szoktunk használni, de összességében a 30 gram környéki ez a nevelt madarakra bőven elegendő. Nem is rúg a fegyver, kényelmesen tudom használni, és egy nagy teríték esetében ugye sokat el tudok lőni úgy belőle, hogy nem fog bántani a fegyver. Még akkor sem, hogyha jó az agyadásnak a méretezése. Megvan a megfelelő fegyver, lőszer. Ez még szerintem azért kevés. Én amit látok itt Magyarországon, hogy ez a lőtér használati kultúránk, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát nem járunk lőtérre szépen magyarul szólva, tehát hogy ez igazán úgy nincs meg. Néhányan kijárnak, mert szeretnének jobban lőni, de én azt veszem észre, hogy azért a magyar vadászok döntő többsége nem jár. Te, mint lőoktató, azért ezt jobban látod. Mondd azt, hogy nincs igazam, és mindenki lőtérre jár. Sajnos teljes mértékben igazad van. Átlag vadász akkor szokott hozzánk a lőtérre jönni, hogyha puskája elállítódik, és be szeretné lőni, vagy lövetni. Jobb esetben ekkor odaér a lőtérre. Egyéb esetben nem nagyon. Most van egy felfelé törekvő tendencia, hál' Isten, ami azt mutatja, hogy egyre több azért rájönnek arra, hogy gyakorlás nélkül, vagy jó gyakorlás nélkül se golyót, se végképp nem sörétet nem tudnak lőni. Úgyhogy, hát igen, hogyha megvan a jó felszerelés, megvan a jó fegyver, megvan a jó lőszer, onnantól kezdve gyakorolni kell. És ami fontos az, hogy jót kell gyakorolni, mert másik oldalról azt is észrevettem, hogy vannak olyan lövők vagy vadászok, akik lőtérre ugyan eljönnek, és az adott lőszer mennyiséget ellövik, de esetlegesen nem megfelelően. Ugye a gond abból ered, hogy ha a sörétlövést nézzük, a sörétlövésben rengeteg olyan ellentét van, amit az ember ösztönösen máshogy fog csinálni, mint ahogy ez kellene. Azaz? Azaz, tehát hogy példásítsuk a dolgot, ha a sörétlövést nézzük, mondjuk gyorsan fölkapja a fegyvert a lövés előtt, és te megcélozgatja a korongot vagy a madarat. Ez pont ellentétesen kellene, szép lassan emelem a fegyvert, összehangolom a korongot, vagy a madarat a csővel. Amikor felér a fegyver, már megvan a korong és a madár síkja, illetve a sebessége, soha csak lendítek és lövök. Ugye ellentétben azzal, hogyha valaki kimegy csak úgy magával gyakorolni, és nincs ezeknek a tudatába, mert előzetesen nem volt mondjuk oktatónál, és nem mutatták meg neki, mi a helyes lőmetódus, vagy hogyan kell ezt az egészet végrehajtani, ő gyorsan föl fogja kapni a fegyvert, már lesz egy lemaradása az adott mozgó célponttól, és onnantól kezdve próbálja gyorsan utalérni a vadat vagy a korongot. És akkor szokták azt mondani, hogy lekéstem. Persze, mert nem találja meg. Mert nincs összhangban a cső, ugye a koronggal. És most az előbb azt említetted, hogy ez felívelő tendenciát mutat. Ez azt jelenti, hogy azért van igénye a magyar vadászoknak? Talán egyre inkább erre, hogy lőoktatóhoz járjanak és gyakoroljanak? Szakember? Igen, én úgy látom, egy néhány lőoktató van már itt a Magyarországon, akik tényleg szakmai segítséget tudnak nyújtani a vadászok részére, és úgymond nem csak a gombot nyomogatják a lőtéren. És egyre többen járnak oktatókhoz, és próbálják a mondjuk drágán megvett fegyvert és a drágán megvett vadászatot úgy kihasználni, hogy abba élményüket is lejjék a végén, és ne csak lövöldözzenek és hibázzanak. Te döntő többségében baráti társasággal vadászol, vagy elmész olyan helyekre is, ahol kvázi idegenként vagy ott, meghívott vendégként mondjuk? Szokott ilyen is lenni, olyan is. Nyilván más a kettő, tehát a baráti társaságokban ott általában hasonló gondolkodású és lőtudású emberek szoktak lenni, de szívesen járok meghívott vendégként is külsős társaságokban, ahol azért lehet néha érdekes példákat látni, ellenpéldákat is erre a dologra. Aki fogékony rá, ott szívesen szoktam segíteni, hogyha tudok benne.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy nyilván amikor az ember egy baráti társasággal vadászik, hozzá hasonló, akár kvalitású, lőtudású, érdeklődésű emberekkel, ott mondjuk azt, hogy biztonságban érzi magát. Amikor viszont elmegy ugye egy idegen helyre, egy idegen társasággal vadászni, akkor nagyon gyakran előfordulhat, legalábbis velem elő szokott fordulni, hogy önkéntelenül is, de nézem az első lövéseket, meg a fegyverkezeléseket, hogy ki hogy kezeli a fegyvert, és akkor próbál az ember úgy egy picit helyezkedni, távol maradni, stb. Ez, én úgy gondolom, hogy megöli egy picit a vadászatnak a lényegét, hogy nem azzal akarok foglalkozni, hogy a körülöttem lévők épp mit csinálnak, hanem ugye azzal, hogy jön a madár, és élvezzem azt, hogy meglövöm. Mit látsz egyébként így a vadász társadalomban? Mondtad, hogy persze van rá igény, hogy jöjjenek lőoktatóhoz. De a jövőre nézve van arra esély, hogy esetleg olyan módon, mint az angolok, bár nyilván nem fogjuk azt a szintet elérni, hiszen óriási nagy hátrányban vagyunk, sok évtizeddel vagy évszázaddal le vagyunk maradva, de el fogjuk valamikor érni, hogy nem egymást figyeljük, hanem csak a madarat és csak a vadászatra figyelünk? Igen, az út az biztos, hogy hosszú ebbe, mert tényleg nagy a lemaradás minden tekintetben az említett nemzettől. Én reménykedek abba, hogy ez a tendencia, ami most egy növekvő tendencia, ez folyamatosan növekedni fog, és exponenciálisan még jobban növekszik, és egyre többen el fogják jönni a lőtére, ahol egyrészt megtanulnak majd lőni, illetve biztonságosan fegyvert kezelni. Én mindig azt szoktam mondani a tanítványoknak is, hogy az első ugye a biztonság, tehát kezeljük biztonságosan fegyvert, az, hogy eltalálja madarat vagy nem, az már valójában az ő saját döntése. Visszatérve itt a társas vadászatra, ez már ott ki szokott derülni, amikor valaki a puskát kiveszi a tokból, vagy az autójából, ott egyből látszik rajta, hogy a fegyverkezelése milyen. Akár ott a parkolóban is lehet dönteni, ki az, aki mellett szívesen megy az ember, vagy ki az, aki inkább egy kicsit kerülni kell, és 2-3-mal arrébb állni. Magyaroknál például gyakran lehet találkozni sörétes fegyvernél a fegyverszíjjal. Kell vagy nem kell? Igen. Ez mindig egy megosztó kérdés, amikor hozzám is jönnek fegyvert venni, és általában egy kicsit sportosabb fegyvereken, például Berettákon, ugye ott nem nagyon van szíjkengyelnek kialakítás, és keresik, hogy hát miért nincs, és hogy tudnák utólag föltenni. Én egyetlen egy esetben szoktam javasolni a szíjat, ha mondjuk kutyánk van, vagy esetleg több kutyánk, amivel foglalkozni kell, és kell a két kéz, le kell hozzá hajolnom, madarat föl kell vennem. Ott talán van létjogosultsága a szíjnak. Egyéb esetekben én egyáltalán nem szoktam javasolni. Mindemellett a lőtéren például tilos is ennek a használata. Baleset veszélyes, lendítésben meggátol, tehát pont a jó sörétlövésben fog meggátolni engem az, hogyha ott alul ugye lefeg egy szíj és beleakad esetleg valamibe. Tehát nem, én azt mondom, hogy egyáltalán az átlag vadász számára nem szükséges a szíj. Így a szomszédos országokban, vagy hogyha egy kicsit kitekintünk a világba, akkor ott nem is nagyon lehet talán találkozni, nem? Tehát az előbb említettük az angolokat, náluk egyáltalán nem jellemző. Még azt mondom, hogy az olaszoknál sportlövészetben nem, de azért a vadászatban fellelhető némelyeknél, de ott főként azért, mert ugye félautomata fegyverekkel vadásznak. Igen. És ugye ez lett volna a következő kérdésem is, mert itt említetted a helyes fegyverkezelést és a biztonságot, hogy nagyon gyakran találkozom, vagy az, hogy gyakran találkozom, nem igaz, inkább azt mondom, hogy van mindig egy-egy olyan ember, aki mondjuk félautomata fegyverrel vadászik. Van ennek létjogosultsága egyébként? Hogy most nem kettő lőszert helyezek egy fegyverbe, hanem hármat? Talán lehet, vannak olyan szituációk, ahol igen. Én nem is nagyon árulok félautomatákat, egy-egy szokott bent lenni, mert néha van olyan, aki az adott szituációt azt keresi. Ilyen lehet például egy kacsázás vagy egy libázás. Tehát egy libagödörbe mondjuk bent állni és ott töltögetni egy félautomatát jóval egyszerűbb. Másrésztől, ugye most a libázásról beszélünk egy kicsit, vagy a kacsázásról. Ott korábban említettem, hogy ott nagyobb grammot szoktunk használni. Érdemes használni, mondjuk egy 40-42 grammot. Na most a félautomatának ott is az előnye, hogy jóval kisebbet fog rúgni a fegyver. Ugye a szisztémából adódóan leveszi
a rugást a félautomata. Tehát, ha összehasonlítjuk mondjuk a másik szélsőséggel egy dupla puskával, ami az említett három közül mondjuk úgymond a legnagyobbat rúgja, hogyha azonos gramról beszélünk, akkor nyilván egy félautomata az kényelmesebb és kellemesebb lőni belőle a nagy patronokat. Tehát ott esetleg azt mondom, hogy van létjogosultsága, egyéb esetben egyáltalán nincs. Tehát társas vadászaton, én megmondom őszintén, hogy amikor látok félautomatával valakit, akkor egy picit jobban tartok tőle, mert amíg a többieknél látom, hogy megtörték a fegyvert, addig nála ugye ezt igen, nem igazán lehet látni. Igen. Ugye biztonsági szempontból is az látványos, messziről látszik, hogy valaki felrakta vállal a fegyvert, megtörte, azt tudjuk, hogy akkor ez egy biztonságos hordmód, és ott nem lehet probléma. Félautomatánál igen, tehát ott az hátrahúzta, épp nem úgy áll, vagy nem úgy van fordítva, lóbálja esetleg, tehát ott azt nem lehet látni messziről, hogy mi is történik. Mi az, amit magaddal viszel fácán vadászatnál, egy társas apróvad vadászatnál? Itt gondolok akár egy lőszertartóra. Ugye a magyar vadászoknál szokás ez a lőszer öv. Igen. És most, hogy ezt épp nem keresztbe teszik, ilyen X-alakba, mi az, amit érdemes, és mi az, amit nem érdemes? És itt ugye most a praktikumról beszélünk, hiszen nem az számít, én legalábbis úgy gondolom, egy fácán vadászatnál sem, hogy valaki csilli-villi új felszerelésbe menjen, hanem azért ott a praktikum az nagyon sokat számít. Főleg egy nagy terítéknél, ahol gyorsan kell utántölteni, üríteni, stb. Mit érdemes és mit nem érdemes? Egyszer beszélgettem régebben egy külföldi oktatóval, és ő azt mondta, hogyha reggel meglát valakit teljesen új felszerelésbe, akkor azt jelenti, hogy ő nem egy gyakorlott vadász. Mert most jött ki a vadászboltból, most ruházta föl teljesen magát. Ez valahol amúgy akár igaz is lehet. Igen, amit vinni érdemes, nyilván praktikusan úgy felöltözni, felkészülni az adott napi vadászatra. Ha azt tudom, hogy mondjuk egy egész napos szántásba történő nyúlvadászat, akkor annak megfelelően öltözködök, illetve annak megfelelően viszem a felszerelésemet, mert arra készülök, hogy mondjuk 10-15 kilométert fogok gyalogolni a sárba, ami amúgy egy fizikailag is megterhelő dolog lehet. Ugye kezdő vadászok szintén felszöktek ezt a kérdést tenni nekem, és én ott látom a gondot, hogy túl szoktak öltözni. Több mellény, több kabát, termó, alsó, felső, fűthető ruha, és a 500 méter után már ugye minden bajuk van, és még el se kezdődött valójában a vadászat. Tehát érdemes úgy öltözködni is, hogy felkészülök arra, hogy egész nap valójában sétálni fogok, ami egy kemény túrának is felfogható. Na most a lőszertartó övet nyilván valaki szereti és hordja. Én jobban szeretek egy mellénybe vadászni, ami úgy gondolom, hogy praktikusabb is, mert a lőszerbe el tudom tenni a zsebébe, illetve a lövésnél is segítség lehet az, hogy nem mondjuk egy pufi kabátban lövök, és nem fog elakadni a fegyver. Ez egy másik gyakori hiba szokott lenni az öltözködésnél, hogy ugye úgy olyan ruhát választanak, ami lehet, hogy kényelmes és meleg, viszont a lőtechnikai szempontból, ha nézzük, akkor meg hátrányos. És ez akár igaz a lőtéri oktatásra is, vagy lövészetre, ott is, amikor főleg most hidegebb idő van, és valaki nagyon beöltözve megérkezik, nem megfelelő ruhákba, ugye ott nehéz lesz majd a fegyverfölvétel. Na most ezáltal az egész lövését is meg fogja nehezíteni, és akár emiatt hibázáshoz is tud vezetni ez a dolog. Tehát fontos olyan mellényt, vagy olyan felső öltözetet választani, ami segíti a fegyverfölvételt és a jó lövést ezáltal. Tehát akkor inkább valamilyen technikai alsó ruházatot, ami vékonyabb, de mégis melegen tart, és akkor fölülre egy mellényt, mellény zsebbe a lőszer. Így van, és akkor ezzel igen. Kvázi praktikusak is vagyunk, gyorsan tudunk tölteni, üríteni. Mi a helyzet az üres hüvellyel? Igen, az üres hüvely, ugye az automatát, hogyha visszatérünk az automatára egy kicsit, ott az is probléma, hogy az szórja mindenfel az üres hüvelyt. Na most, ha megyünk egy nagyobb fűbe, vagy egy nádba, olyan placon, ahol mondjuk nem tudom egyből fölvenni, azzal beleszórja, nem nagyon fogja senki keresgetni. Nyilván üres hüvelyt azt mindig összegyűjtjük. Azt látom most már, hál' Isten, hogy vadászok nagy része így is tesz most már.
Tehát ahogy kilőtte a patront, ha esetleg nem is gyakorlott és nem tudja megfogni, amikor az ejektor kidobja, akkor is leszokott hajolni és föl szokta venni. Ha nem, akkor pedig segíteni szoktunk és jelezzük neki, hogy valamit elhagyott a területen, ami az övé. Már csak egy kérdésem maradt, ez pedig az acél vagy ólomsörét. Ugye nagyon sok olyan szabályozás van, ami abba az irányba mutat, hogy nem sokára már csak acélsörét lesz esetleg, illetve hát acélsörét, tehát nem ólomsöréttel fogunk vadászni. Most még ugye lehet ólomsöréttel, de már most is megvan szabva, hogy vizes élőhelyek környékén tilos, még csak birtokolni is, tehát még a zsebemben sem lehet. Mi a helyzet egyébként fegyverfronton? Bírja az acélsörétet? Nem bírja az acélsörétet? Mire kell itt odafigyelni? Igen, az acélsörétnél ugye ezt úgy tudjuk legegyszerűbben ellenőrizni az adott fegyvernek az alkalmasságát, ha megnézzük benne a próbaját. A minden fegyver, amit acélra bevizsgáltak, és arra alkalmasra találták, hogy ilyen lőszert lőjünk belőle, azt mondja, egy acélpróba jellel látták el, amely egy ilyen szírom, virágszírom-szerű speciális jelzés. Most amelyikben nincs benne ez a jelzés, azokat is be lehet vizsgáltatni, és ha arra megfelelően megkapja ezt a jelet. Általánosságban az mondható el, hogy a megfelelő minőségű, elég kemény csővel, elég kemény acélú csővel rendelkező fegyverek és cserecsokkos fegyverek, azok kaphatnak ilyen minősítést, hogyha kibírják a próbát, illetve a fixcsokkos fegyverek esetén a feles vagy annál tágabb szűkítéssel rendelkező fegyverek. Na most ez a próba azért ez sok mindentől függ, az, hogy egy fegyvert alkalmasnak találjanak rá, de a sarok, kövek ezek szoktak lenni, hogy feles vagy annál tágabb, illetve hogy megfelelő acélú csővel rendelkezzen, tehát kibírja az acélsörétnek a jóval magasabb igénybevételét, mint az ólomé. Tehát akkor itt nagyon fontos, hogy háromnegyedes és egész vagy fullos szűkítéssel nem. Igen, az már eleve egy kizáró tényező a fegyvernél. Azt szoktuk mondani, hogy a feles szűkítés az acélsörétnél a fullos szűkítést jelenti. Uh-huh. Tehát maximum felesig. Csak hogy akkor itt nem arról van szó, hogy az egyik zsebemben van acélsörét, a másikba ólom, és hopp, most épp vizes élőhely, és akkor most az acélt teszem bele, mert hogy akkor itt a szűkítésre is oda kell figyelni. Tehát ugye ez egy. A másik, hogy a vadra való hatása az acélnak, meg az ólomnak, hogy ott van-e különbség egyáltalán. Tehát, vagy inkább úgy kérdezem, hogy mondjuk, hogyha lövök egy, amit említettél, 30-32 grammos ólomsörétet fácára, akkor ugyanúgy 30-32 grammos acélt lövök, vagy nem? Ugye lőhetjük ugyanazt a grammot, ha a fegyverünk ezt speciálisan bírja és arra van vizsgálva. A hatása a vadba az egy igen jó kérdés. Ugye szakértők azt mondták, illetve a gyakorlati tapasztalat is az, hogy az acél az kevésbé hatásos, mint az ólom. Ezért is vannak elég éles kritikák ugye itt ennek a törvénynek a bevezetésével kapcsolatban. Egyrésztről a biztonsági oldalról, ha közelítjük ezt a dolgot, másrésztről pedig a hatékony lövésről. Ugye a biztonsági oldalról is az acél az egy jóval keményebb, mint az ólom. Pattog mindenfele, tehát olyan gurulatokat és olyan szögeket tud fölvenni, amit eddig az ólom nem. Ugye eddig tartottuk ezt a 45 fokot, de hogyha mondjuk elterjed az acél, vagy köteleznek minket arra, hogy csak acéllal vadászhatunk, akkor valószínűleg ezeket a szabályokat is újra kell gondolni, vagy meg kell változtatni, mert egy visszapattanó acélsörét mondjuk egy fáról vagy egy gajról, az fölvett olyan extra szögeket, gurulatokat, amiket eddig nem tapasztaltunk, és balesetveszélyes helyzeteket tud okozni. Jó. Még arra kérdez már, hogy a csövet mennyire veszi igénybe, tehát hogyha egy régi puska be is van vizsgáltatva. Igen. Jó. Írja is. Érdemes-e vele, vagy nagyon gyorsan elhasználódik a cső? Mi a helyzet a régi fegyverekkel, mert hogy ugye jelenleg azért a magyar vadásztársadalom
én úgy gondolom, hogy nagy részének ugye régi megörökölt Merkel, illetve is puskái vannak, hogy hogyan veszi vajon igénybe a fegyvernek a csövét, ezeknek a régi fegyvereknek a csövét, az acélsörét. Vagy hogyha mondjuk bele is ütik, mert bevizsgáltatják, szerintem egyébként nem fogják ezeket az is fegyvereket akár bevizsgáltatni. Bevizsgáltatják, rányomják, vagy belenyomják ezt a kis lilium jelet, vagy milyen jel. Meddig lesz vajon alkalmas az a fegyver az acélsörét kilövésére? Igen, tehát az acélsörét az jóval nagyobb igénybevétel mind a cső részére, mind pedig magára az álszerkezetre, illetve a használójára is, tehát a lövőre is. Ha a régi fegyvereket tekintjük, és mondjuk azt, hogy mondjuk fix szűkítéses, de fél vagy annál tágabb szűkítéssel rendelkezik, és elviszem bevizsgáltatni, ugye a polgári kézlő fegyvervizsgálóba is szeretném, hogy beleüssenek egy ilyen próbáját, hogyha arra alkalmas. Ugye a régi fegyverek esetében általában az acél minősége, a cső acélnek a minősége, hát ott elég nagy a szórás. Tehát puhább acélból csinálták, keményebből, éppen milyenből sikerült annak idén. Ugye mostában fel vannak már készülve a gyártók arra, és úgy is jönnek le a nagyobb gyártóknak a fegyverei a gyártósorról, hogy meleve tartalmazzák ezt az acél próbajelet. Na most a vizsgálatnál az a probléma jöhet elő, hogyha ez a cső mondjuk nem alkalmas arra, hogy acélt lőjek, bár mondjuk a szűkítése az nagyobb, mint feles, és elviszem a vizsgaközpontba, és ezt a úgynevezett tormentáló lövést elvégzik vele, ami ugye egy egész magas nyomású patron, a maximumnál egy 15%-kal erősebb, illetve sörét átmérőben is jóval nagyobb, mint amit használni szoktunk, tehát egy extra igénybevételt ad a fegyvernek, és mondjuk azt a cső nem bírja ki, tehát nem alkalmas a célra, ezáltal selejtessé is teszem a fegyvert. Tehát onnantól kezdve itt nem lehet az, hogy ez most nem alkalmas vagy alkalmas, itt az a kérdés, hogy alkalmas lesz a fegyverünk, vagy selejt lesz a fegyverünk. Uh-huh. Tehát itt van egy elég nagy rizikófaktor a bevizsgálás során, és a régi fegyvereknek a túlnyomó többsége sajnos nem menne át az ilyen vizsgán, amiatt, hogy a csőnek az acél szerkezete az nem bírná ki ezt a nagy nyomású patront. Tehát én beviszem a régi puskámat a polgári kézilő fegyvervizsgálóhoz, na majd most beleütik nekem ezt a jelet, és akkor visszaadják, ami neki szét van nyílva a csövet. Szét nem is fog nyílni, de mondjuk ők műszerrel mérhetően tágulást érzékelnek, vagy a csövön, vagy magában az acélnak a szerkezetébe, és onnantól kezdve azt mondják, hogy ez a fegyver már nem alkalmas semmiféle lövésre, vagy vadászatra, se ólomra, se acélra. Tehát én itt látom inkább a problémát ebben a vizsgálatban. Hogyha valaki netán egy régi fegyvert elsüt egy acélsöréttel, mert úgy van vele, hogy őt pont nem érdekli, hogy akkor az most lehet, vagy nem, ez egy jó puska, ez bírja. Mert én úgy gondolom, hogy lesz azért ilyen is. Az első lövésnél szét fog már nyílni, akár, vagy csak a századiknál? Ugye ez nyilván rengeteg mindentől függhet, hogy egy lövés mit fog okozni. Az biztos, hogy semmiképp sem ajánlott a fegyvert ilyen körülmények közé állítani, és a saját testi épségünket veszélyeztetve ezt úgymond próbálgatni, hogy most majd én kipróbálom, hogy bírja az acélt, vagy nem bírja, vagy úgy gondolom róla, hogy ez egy régi, jól elkészített fegyver, és ez bírni fogja. Mert lehet, hogy az elsőnél kinyílik a cső, vagy kinyílik az árszerkezet, lehet, hogy több szállat előhetek belőle, és én nem veszek észre rajta deformációt, de mondjuk műszerrel mérhető, és ezáltal amúgy veszélyes a fegyver, tehát semmiképp se ajánlott az, hogy acélsörétet lőjünk olyan fegyverből, aminek nincs benne a próbája. Igazából én úgy gondolom, hogy egy kicsit átvettük azt, hogy mire van szüksége egy vadásznak. Azt láthatjuk, hogy gyakorlás, mert gyakorlás nélkül nem fog működni a dolog. Én bízom benne, hogy tényleg felívelő tendenciát mutat az, amit említettél, és reméljük, hogy a nézőknek pedig tudtunk néhány olyan információval szolgálni, amit esetleg nem úgy csinál, de most már látja, hogy igen, az lehet, hogy praktikusabb. Illetve talán egy picit ösztönözzük arra, vagy ösztönöztük arra az embereket, hogy nézessék meg, hogy jó-e az a puska a számára, vagy sem. De egy következő adásban fogunk a méretragyazásról beszélgetni. Úgyhogy most köszönöm, hogy velem voltál.
és remélem, hogy találkozunk még esetleg így a méretagyazás terén is. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként a saját méreteimre, hogy az, amit használok, az egyáltalán jó vagy se. Úgyhogy erről fogunk a következő adásban beszélgetni. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Hogyha kérdésetek, kérésetek van, akkor írjátok meg kommentben. És jövő héten pedig ismételten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!